Milyen lehet vezetni egy repülőgépet? Milyen gyorsan tudunk kereket cserélni, és milyen kórokozókkal élünk együtt? Ezekre mind megtudhatják a választ azok, akik betérnek a 15. Campus Fesztivál egyetemi program helyszínére. Miklós Völgyi Péter fesztivál igazgató az egyetemi program helyszín szerdai sajtóbejárásán úgy fogalmazott: az egyetem jelenlétével a kezdetektől megalapozza a Campus Fesztivál lelkületét. Bács Zoltán kancellár beszédében felidézte: már 2008-ban célként tűzték ki, hogy legyen egy saját felsőoktatáshoz közel álló fesztivál Debrecenben. Ez egy nagyon fontos rendezvény az egyetemnek, és nagyon fontos rendezvény a városnak is. Ma már ugye sokan ehhez igazítják a nyári programjukat, és mi az egyetemen is ehhez igazítunk sok mindent, például azt is, hogy bevezetünk egy új brandet, amit itt körbe látunk, ez a középiskolai egyetemi előkészítő programot, amit egy nagy programnak a kezdete, egy folyamatos programnak a kezdete, ami a középiskolásokat felkészíti az egyetemi felvételére, az egyetemi életre, és nem általában az egyetemi életre, hanem a Debreceni Egyetemi Hallgatói jövőre. Az egyetemtér idén megújult programokkal várja a fiatalokat a standoknál. A legfontosabb szempont az volt, hogy élményt adjunk a fesztivál idején. Olyan programokat állítottunk össze, amit egy kicsit gondolkodást megfordítottuk, nem azt igyekszünk bemutatni, amit mi szeretnénk magunkról, hanem mindenféle előzetes felmérések alapján mi az, amire kíváncsiak lehetnek, vagy kíváncsiak a Debreceni Egyetemből, és abból a széleskörű tudományos tevékenységből, ami az egyetemen zajlik. Így az egyetem mindenféle szegmense kitelepül, nagyon izgalmas programokat hoznak, és hát a színpadra is olyan megújulásunk van, hogy például az Agrárosoktól Lenner Ádám, aki egy nagyon neves influencer, jön és előadást fog tartani. A nagy erdő árnyékában lehetőség van közelebbről megismerkedni az orvostudománnyal is. Hogyan működik a pacemaker, vagy az olyan modern képalkotó rendszerek, mint amilyen a CT? És ha valaki szeretne, kiléphet a fesztivál hangulatból, és VR szemüvegen keresztül felfedezheti a Földet és a naprendszert is. Célunk, hogy megmutassuk az agrár felsőoktatás, az agrár tudomány, az agrár világ izgalmas oldalát. Próbálunk olyan attrakciókkal megjelenni, mint például készítsd el saját hőkamerás selfie fotódat, vagy akár különböző gyümölcsökből izoláljunk DNS-t, és készítsünk belőle menő nyakláncot. De ha valaki úgy érzi, hogy akár egy menő kampuszdiplomával szeretne gazdagodni, akkor akár a gazdászkodj okosan társasjátékban is részt lehet venni, ahol izgalmas feladatokkal, kvízekkel, aktivitásokkal lehet eljutni a startmezőtől egészen a diplomáig. Az egyetem téren minden nap 15:30-kor kezdődnek a programok, az esti órákban pedig itt is koncertek várják a fesztiválozókat. Fellép Szakács Gergő, Tóth Vera és Kollányi Zsuzsi is.